Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol, méghozzá olyan kérdéssel kezdjük, amely egy nemrégi fejlemény, ugye megújult a Hung Expo kongresszusi központ létesült a területen, és mindez Kőbányán van, hát egyébként is, amiről beszélünk, az természetesen mind kőbányai. Világos? Polgármester úr, mennyit hoz a konyhára a kőbányai önkormányzatnak az, hogy a Hung Expo ismét teljes fényében ragyog, sőt beindult a gépezet tulajdonképpen a kiállítások, konferenciák ügyében? Kicsit távolabbról kell ezt vizsgálnunk, azt hiszem. Nagyon sokáig dolgoztunk azért, hogy Kőbányára kerüljön Budapest új kongresszusi központja, ezzel együtt megújuljon a Hung Expo. A vadászati világkiállítás hozta azt a szituációt, amikor a kormánynak dönteni kellett arról, hogy hol rendezi meg. Sokat emlegették azt, hogy 70 milliárdba került a kiállítás, nem. A 70 milliárdból 55 milliárd egy beruházás értéke, amely Kőbányán valósult meg, és valóban itt van ma már az a kongresszusi központ, amely látjuk, hogy több ezer fős tanácskozásoknak tud helyet adni. Nyilván bevételt is generál ez, de ezen túl sokkal jelentősebb az a hatás, ami a működéséből fakad. Kőbányán orvoskongresszusok fognak megjelenni, egyéb tudományos konferenciákra kerül sor a tervek szerint az évnek szinte minden napján, és nyilván Kőbánya egy picit megint reflektorfénybe kerülhet. A megújuló, változó Kőbánya, átalakuló Kőbánya egyik emblematikus területe lehet a Hung Expo. Az opera mellett, a közlekedési múzeum mellett és egyéb nagy kormányzati beruházások mellett, amelyekről már sokszor beszéltünk. Mennyire alkalmasak az ilyen típusú létesítmények, meg egyáltalán helyzetek arra, hogy húzzák magukkal azokat az esetleges infrastruktúrális fejlesztéseket, amelyeket fontolgatnak, és amelyeket egyébként nem olyan könnyű megvalósítani? Abszolút összekapcsolódnak, és én nagyon bízom benne, hogy a Városi Szövet azért majd tovább fog fejlődni, hiszen a Hung Expo területét, ha nem csak az Ónodi utcánál, a Kőbánya felső alatti kis átjárón keresztül lehetne elérni gyalogosan, hanem nyílna még egyéb lehetőség is a vasút által lehatárolt terület megközelítésére, akkor sokkal szervesebben kapcsolódhatnánk a Liget-Telki területtel a Hung Expo-hoz, ahol akár a vendéglátás, szállás helyek nyitása újabb lendületet adhatna a térségnek. Ez nem reménytelen persze. Dolgozunk azért, hogy ezeket a hatásokat is át lehessen vezetni a városban. Mit lát egyébként, hogy az ingatlan piacon most nem csak a professzionális, tehát a vállalkozások meg intézmények számára létező lehetőségekről beszélek, hanem az ingatlan fejlesztés, lakások, üzletházak, hogy áll Kőbánya, népszerű? Kőbánya fölzárkózott, népszerű. Volt olyan időszak az elmúlt két esztendőben, amikor a Budapest irányítószámokat, ha vizsgáltuk, akkor egy kőbányai irányítószám mutatta föl a legdinamikusabb növekedést az árban, tehát egyértelműen fölértékelődik a város. Ehhez nagy mértékben hozzá fognak járulni még azok a közlekedési kapcsolatban megjelenő új feltételek, mint új vasúti megállók megjelenése. A város, belváros még közelebb kerül majd Kőbányához. Egyébként most sincs ugye messze, ezt mi jól tudjuk, és látjuk azt, hogy a nagy állami ingatlan beruházások, opera, múzeum a környéken milyen áremelkedést indukálnak, de az önkormányzat beruházása is egyébként, hiszen egy-egy futókör megépítése, egy parkfejlesztés, játszótérfejlesztés rögtön megjelenik a lakáshirdetésekben, és az óhegyi lakásokat sokszor már a parkkal, a játszóterével, a futókörével népszerűsítik, vagy az újhegyi sétány, amely megint kapott egy nívódíjat, egy tájépítészeti nívódíjat, szakmai elismerés, sokszor a hirdetésekben ezen díjak megjelentetésével kerül a piacra. Még november van, viszont ha esik, ha fúj, jön az ünnepi szezon. A Covid járvány mennyire határozza meg az idei ünnepi terveket? Meg fogja határozni, továbbra is
szünetelnek azok a rendezvényeink, illetve nem fogjuk megvalósítani azokat a programokat, amelyek találkozásra, sok ember találkozására adnak alkalmat. Ilyenek akár a jégpályák is, még ha szabadtéren üzemelnek akkor is. Látjuk, hogy a vírus hogyan terjed Magyarországon is, ezért mi igyekszünk a saját életünk szervezésével ezt a folyamatot, a vírus terjedésének folyamatát gátolni, nehezíteni. Készülünk azonban olyan programokkal, amelyek megmozgatják a családokat, megmozgathatják a családokat, olyan rejtvények, vetékedők, városban elrejtett felfedezésre váró kis pontok meg fognak jelenni, amelyek bízom benne, hogy a fények, a díszek mellett azért gazdagítják ezt az időszakot, illetve a Betlen fölállításra fog kerülni a városközpontban egy kis szánt is állítunk brénszarvassal az adomány karácsonyfa helyén, ahol egy selfie pont nyílik a város fényeire. Tehát készülünk új elemekkel, régi elemek, egyes elemek elhagyásával, de bizakodva abban, hogy azért egyszer csak visszatér az élet a normális kerékvágásba. Nemrégiben volt a Körösiben a kábítószerügyi egyeztető fórumnak és a tankerületnek egy olyan rendezvénye, amelyen több száz nyolcadikos diák vett részt. Dr. Zaher Gábor volt az előadó, aki ismertette a kábítószer, meg egyáltalán a függőségi ügyeknek a veszélyeit, és ennek kapcsán éppen az előadó említette az interjúban, amit készítettünk vele, hogy jó néhány olyan ponton Kőbányán megoldódott, változott a helyzet, amely korábban gondot okozott, és a Hős utcát feltétlenül ebbe a kategóriába sorolta. Tulajdonképpen mi újság van a Hős utcában? A Hős utcában még nem minden lakás az önkormányzat van, nem minden lakás van az önkormányzat birtokában, de a döntő hányada igen. A korábbi áldatlan állapotokat felszámoltuk. Nyilván az épület még ott égtelenkedik, tehát ott van a torzó, hiszen amíg nem válik teljesen üressé, addig nem tudjuk bontani. Azonban az ott élő mindegyik család számára tudnánk lakhatást biztosítani, amennyiben együttműködnének velünk, és elfogadnák az önkormányzat által kínált lehetőséget, akár a fölkínált lakóingatlant, akár a pénzbeni megváltást. Bízom benne, hogy előbb-utóbb azért mindenkivel egyességre jutunk, de valóban az az áldatlan állapot, amely a Hős utca környékén pár éve jellemző volt a különböző kábító hatású anyagoktól bódult emberek jelenléte, az ott megszűnt, mint ahogy a Bihari utca környékén sem jellemző ma már, de a Gyömbölyi út mellett is számoltunk fel olyan lakóépületeket, amelyek erősen fertőzöttek voltak, és még most is vannak olyan szanállandó épületek a célkeresztben, ahol további javulás várunk majd az intézkedések nyomán. Végeztünk egy kutatás pár évvel ezelőtt, amely a kóbányai droghelyzetet vizsgálta, drogfogyasztási szokásokat minden korosztályban. A kutatás egyébként azt mutatta, hogy nem rosszabb a helyzet, mint bárhol máshol a fővárosban, sőt. De sajnos ezek a nagyon markáns pontok, ezek egészen más megvilágításba helyezték a kerületet. Ezzel együtt tovább erősítettük a drogprevenciós tevékenységünket különböző eszközökkel, és bízom benne, hogy ennek a hatását is érezni lehet majd, még tovább javul a helyzet. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.